A mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan alakul ki a polipa, mióma, a tumor, és hogy mit tehetünk azért, hogy megelőzzük a kifejlődésüket, illetve ha már kialakultak, melyek a legjobb ételek, kiegészítő táplálékok, amelyeket ehetünk. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt! A testünk nap mint nap azon dolgozik, hogy a sejtjeinket normál mederben tartsa. Rengeteg olyan folyamat zajlik a testünkben, melynek az a célja, hogy a sejtekben keletkező hibák javításra kerüljenek. Nézzük először is meg azt, hogy hogyan is alakulnak ki a különböző sejtburjánzások. Az ásványi anyagok között a kálciumnak van a legnagyobb szerepe a sejtek közötti kommunikációban. Minden egyes sejtburjánzással járó betegség esetén, mint a polip, mióma, tumor, kimutatható az alacsony kálcium szint a szervezetben. Tehát nincs elég kálcium, vagy nem működik jól, ami ezt az információ közvetítést megfelelően el tudná végezni a sejtek között. Így kialakul a zavar a sejtekben. Tehát a tumorok, a polipok, a miomák kialakulásának egyik közös jelensége az az alacsony kálcium szint. Természetesen az alacsony kálcium szint még önmagában nem idéz elő sejtburjánzást, további egyéb tényezők jelenléte kell ahhoz, hogy egy ilyen káros folyamat meginduljon a testünkben. Ezek a következők. A tápanyaghiány, a hosszú távon magas finomított szénhidrát bevitel, a hosszú távon fennálló folyamatos magas stresszint, a vegyszerekkel, illetve a pármetszerekkel teli ételeknek a fogyasztása, és a testben kialakuló gyulladások. Az első fontos lépés, amit bevethetünk a különböző sejtburjánzások esetén, az a D-vitamin szintnek a megemelése. Számos kutatás világított már rá a D-vitamin daganatellenes hatásaira, melynek hatásmechanizmusa egyszerűen az, hogy a D-vitamin mozgatja a kálciumot a testünkben, tehát a segítségével eljuthat a kálcium a sejtekhez. Tehát a D-vitamin csak egy eszköz ahhoz, hogy a kálcium mobilizálódjon a szervezetünkben és elkezdjen működni, azaz, hogy újra kiegyensúlyozottan végezze a sejtek közötti információ átvitelt. Így ugye csökkentve a sejthibák lehetőségét. Ezért rendkívül fontos elegendőt a napon tartózkodni, télen a szolárium is segít, mert igen, a szolárium hatására is termelődik a D-vitamin a bőrünkön keresztül. A D-vitamin mellett a kálcium megfelelő működéséhez lényeges még a K2 vitamin, az A vitamin és az omega 3 is. A D-vitamin mozgatja a kálciumot, a K2 határozza meg, hogy hova kerüljön a kálcium, az omega 3 és az A vitamin pedig kiegészítik, hatékonyabbá teszik a kálcium működését. Jól látható, hogy ezek mind-mind zsírban oldódó vitaminok, vegyületek, tehát a felszívódásukhoz, a működésükhöz a testünkben rendkívül fontos a jó minőségű zsírok folyamatos bevitele is. A második lényeges dolog, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen kálciumot viszünk be, tehát milyen kálciumot pótolunk. Nagyon sok étrendkiegészítőben szervetlen kálcium található, és az ásványvizekben is szervetlen a kálcium. Amikor ásványvizet iszol, az olyan, mintha finomra porított követ ennél, csak éppen ugye vízben van feloldva ez a kő, hiszen ugye a víz gyakorlatilag a talajban lévő kövekből oldja ki mindazt, ami belekerül. Az emberi szervezet számára a kálciumot és más ásványanyagokat a növények tudják fogyaszthatóvá alakítani, a víz nem. A legjobb szerves kálcium források a magvak, mint a szezámmag, a csiamag, a mandula, a sajtok, főképp a keményebb sajtok, mint a parmezán, kecskejoghurt, görögjoghurt, a halkonzervek többsége, hiszen ott vannak ugye benne a csontok, narancs, narancslé, illetve a tofu. Kiváló szerves kálcium forrása a litotamnium alga, illetve a korallkalcium. Ezeket elsősorban étrendkiegészítő formában tudod bevinni, pótolni, de a növényi tejekbe is általában ezeket szokták beletenni. A harmadik tudnivaló a sejtburjánzásokkal kapcsolatban, hogy ugye szükségük van a vér által hozzájuk szállított tápanyagokra, főként a cukorra, illetve egyes esetekben oxigénre. A daganatos sejtek cukorral táplálkoznak, ami olyannyira lényeges, hogy azok a készülékek is, amelyek a daganatokat keresik a testben, azokat a sejteket figyelik, azonosítják be, amelyek sok glükózt fogyasztanak, tehát alapvetően, ha nem viszünk be cukrot, gabonaételeket, szénhidrátokat, ki tudjuk éheztetni a daganatos sejteket.
amelyek így ugye elpusztulnak. Mind a tumorok, mind a polipok ki kell fejleszék a saját vérereiket, mert csak azokon keresztül tudnak táplálkozni. Ezt a kifejlődési folyamatot pedig elsősorban a polifenol vegyületek, a fitonutriensek tudják meggátolni. Más szóval az antioxidánsok segítségével tudott csökkenteni leginkább a daganatok, polipok, miomák kifejlődésének esélyeit. A legjobb polifenol források a zöldszínű keresztes virágú zöldségek, mint a brokkoli, leveleskel, kelbimbó, a bogyós gyümölcsök, mint a fekete berkenye, a szeder, málna, áfonya, goji bogyó, a kakaó, a zöld tea, fekete tea, a gránátalma, a hagymafélék és a citrusfélék. A polipok, a miomák, a tumorok megelőzésének egyik leghatékonyabb módja, lépése, ha a táplálkozásod alapjául teszed az elő felsoroltakat, naponta eszed, iszod őket nyersen, minél nagyobb mennyiségben, míg végül ezek az ételek teszik ki a táplálkozásodban a legnagyobb arányt, azaz belőlük eszed a legtöbbet. Itt a harmadik lépésben megemlíteném a mikroalgákat is, melyek lényegében koncentrált zöldségek, biomultivitaminok, tehát segítenek pótolni a táplálkozásunkból hiányzó mikrotápanyagokat. A negyedik alapvető tudnivaló a tumorokkal, polipokkal, miomákkal kapcsolatban, hogy nagyon sok vegyszernek, melyek az ételeinkben előfordulnak, akár nagyon kis mértékben is komoly sejtburjánzás előidéző hatása lehet, tehát kizárni a vegyszereket, lecsökkenteni őket az ételeinkben alapvető fontosságú, pláne ha már kialakult nálunk valamilyen sejtburjánzás. Először is ott van a glifozát, melyet nagy mennyiségben használnak minden országban, és számos kutatás mutatta már ki, hogy nagyon kis mennyiségben is képes komoly sejtburjánzást okozni. A glifozát és más növényi vegyszerek ösztrogénként kezdenek el működni a testünkben, tehát megnő az ösztrogén szint, ami növeli a daganatok esélyeit. Az állatok szervezeteibe is bekerülnek ezek a vegyszerek, tehát állati eredetű ételekkel is bevihetjük őket, illetve a modern hústermelőipar az állatoknak is bead olyan anyagokat, amelyeket végül az emberi szervezetbe kerülve növelik a sejtburjánzás kockázatát. A ötödik és egyben utolsó lépésben nézzük meg az öt legjobb ételt, csoportot, amit ehetünk, tumorok, polipok, miomák esetén, megelőzéshez, illetve akkor, ha már kialakult a probléma. Az első a fokhagyma, melynek összetevői segítenek a DNS hibák javításában, lassítják a daganatos sejtek szaporodását és gyulladást is csökkentenek. A fokhagyma támogatja a szív- és érrendszerünk működését is, segít ugye például a magas vérnyomás csökkentésében, és nagyon jó baktérium, illetve gombaellenes anyag is egyben. A második a brokkoli csíra, illetve a brokkoli. A brokkoli csíra még hatékonyabb, mint a brokkoli, elsősorban azért, mert a brokkoli kifejlődése során a csíra állapotában tartalmazza a legtöbb fitonutriást, antioxidánst. A harmadik a tengeri moszatok, hínárok, algák, mint a kelp alga, elsősorban magas jód, illetve fukoxantin tartalmuk miatt, de az is lényeges, hogy például a zöld algák jó méregtelenítők. Japánban, ahol más országokhoz képest lényegesen több tengeri moszatot, hínárt és algát esznek, a hölgyeknél a merrák előfordulása például Franciaországhoz képest 10-szer alacsonyabb, ami, ha belegondolunk, egy iszonyatosan nagy különbség. A negyedik legjobb, amit ehetünk, ihatunk tumor, polip, mioma esetén, az három fekete bogyós gyümölcs, a fekete berkenye, a fekete szeder és a fekete málna, elsősorban magas antocianin tartalmuk miatt. A fekete málnát és a fekete szedert főként gyümölcsként fogyaszthatjuk hazánkban, míg a fekete berkenyét gyümölcsléként ihatjuk egész évben. És az utolsó, az ötödik hatékony ételcsoport, amit alkalmazhatunk sejtburjánzásos problémák esetén, azok a gyógygombák, sitake, bokrosgomba, hernyógomba. Elsősorban étrendkiegészítő formában tudjuk őket pótolni rendszeresen, és itt érdemes szakértő véleményét is kikérni előtte. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót is. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magadat, írd meg a hozzászólásokban, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel a csatornára, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról.
Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!